Kedves nézőközönség, ugyanúgy hatkor, ahogy mindig itt van az NBA 2K karantén streamek. Sziasztok! Ez az utolsó jó napunk, mert holnap megkapja Barnabás a saját fejhallgatóját, és akkor sajnos mindent már élesen és hangosan fogtok hallani. Élvezzétek ki ezt az utolsó napot! 6 óra van, és ami nagyon fontos szolgálati közlemény, hogy így gondolkodtam, okoskodtam, megkérdezősködtem többek között kedves youtuber címborámat, Nessite is alaposan kifaggattam, és arra jutottam, hogy a streamekből készített videók, azok mostantól nem a Baska csatornára fognak menni, mert ennek egy csomó negatív hatása lehet az alap anya csatornára, amit nem szeretnék, hanem csináltam egy Baska VOD névre hallgató YouTube csatornát, úgyhogy már fönn van az előző 3 stream is, ez a mai is oda fog kerülni, és nem sokára le is fogom törölni egyébként az eddig feltöltött 3-at a Baska csatornáról, úgyhogy legyetek kedvesek, kövessétek be minél gyorsabban a Baska VOD YouTube csatornát, hogy ne maradjatok le semmiről, illetve az Instagramon is a Baska csatornát, hogy például arról nem maradjatok le, hogy mikor van a következő stream. Sziasztok, jó estét! Ma pont nem tettem ki, hogy mikor lesz, mert valami borzalmas, hogy mennyire rohanós napom volt. Úgyhogy amíg beállítjuk a retro meccset, ami ugye egy 89-es Bulls Pistons lesz, ugye? Addig írjátok meg, hogy mi történt ma a nagyvilágban, légy szíves, mert én tényleg vakon vagyok, se kép, se hang. Igen. Na. Várjunk. Ki legyen otthon? Ki legyen otthon? Kőpapírollozzuk ki. Egyénnyel. Jó. Én leszek a pisztonszal. Te vagy a pisztonszal? Jó. Kőpapírolló. 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 Akkor én leszek otthon. Igen, Bradyt hallottuk, hogy elment a Tampába. Hát... Én megmondom őszintén, hogy a helyébe visszavonultam volna. Szerintem méltatlan. Nem tudom, hogy mi hajszolja, meg mi hajtja ezt a csávót. Nem tudom, hogy mit remélettől a Tampás igazolásról. De, hát nem tudom. KD elkapta a vírus? Ja, a KD is vírusos. Ezzel nem kell egyébként nagyon kiakadni. Tehát, hogy a szcenárió az az, hogy mindenki el fogja kapni, vagy mindenkin át fog menni. A kérdés az az, hogy milyen gyorsan. Úgyhogy... Most éppen valami foci csapatról hallottam, hogy már 15-en vagy mennyien betegek, illetve fertőzöttek, úgyhogy ezen nem kell szerintem nagyon kattogni. Nálunk mindenki egészséges, elmerészkedtünk ma a csajommal bevásárolni, nyakig maszkba, meg nem tudom én mi. Nagyjából meg tudtunk venni mindent, úgyhogy jobban alapult, vagy alakult, mint terveztük. Te? Szép kis... Én persze a hagyományosban leszek, hogyne. Akkor kezdhetjük hogyne. Is. Hát egyrészt a minőséggel kapcsolatban két dolgot csináltunk, egyfelől levettük most 7-20-ra, hát ha ezt tudja stabilan tartani, másrészt pedig megint volt újra indítása a routernek, meg minden ilyesmi, úgyhogy... De szerencsére tegnap sokkal kevesebb volt a trány minőséges komment, úgyhogy... Előre a 4-4-ért, nézd meg, a Barnus Fanklub Peti B-ból felül, mert tenap is szimpatikus volt. Hány órás lesz a stream? Hát nagyjából másfél óra alatt végzünk a két meccsel. 3-4-8-ra mindig végzünk. Na. Hú, mi ez a 4K felvonás? Jó van, nem kell itt izélni. Csúfolodni. Nem néztem meg, mi az a tetves lakerkód. Írd már meg, mert itt így fogok meghalni, hogy nem tudom. Scottie Pippen lezavarja majd a pályáról Aguirre-t, ha így kell mondani a nevét. Johnny Paxson beláll a triplába, vagy inkább passzol. Szép. Mindenki neked szurkol, Barnabás. Érzed a nyomást már? Mennyire ciki lesz innen kikapni? Jézusom. Már előre sajnállak. Nem, majd meglátjuk még. Ez még csak az elején. Hopp, Paxson, ki kéne jönni a sarokból, mert beszorult, mint a buszak vezetőjeként, éppen hogy tudunk menekülni. De lenyomták. Egyikünk sem gyakorolt titokban 3 fontos. Hú, én ma tényleg így ki se láttam a fejemből egész nap. Ja, te jössz.
dolgozásban voltam, úgyhogy semmit nem gyakoroltam az életben maradáson kívül. És mi történt a nagy világban? Hallom, hogy erős a forint, most már 3,50 alatt van, meg hogy nem kell évvégéig hitelt fizetni? Ezen kívül van valami érdekes? Mi lesz a díjakkal? Hát attól függ, hogyha a szezon... Hát figyelj, szerintem, hogyha a szezon nem fejezik be, akkor úgy, ahogy van, nem lesz díjazás. GHZ 555! Hát ne zionozzál nekem! Látod-e a streamet? Hát 3 napja! Ezen izgulunk, hogy mikor fog streamet látni. Mi történik? Mondom, azon, hogy Durant elkapta a koronát, felesleges izgulni, mert mi is elfogjuk. Ha csak nem fejlesztenek ki nagyon SOS-ben vakcinát, ami azért azt mondják, meg azt olvastam, aztán lehet, hogy nincs igazam, hogy 12-16-18 hónap. Úgyhogy mindenki el fogja kapni, a kérdés a tempó. Meg az, hogy az emberek nagy részén át fog szaladni, mint egy cifrafosás. Ó, az milyen Michaelos volt, figyelted a befejezést? Igen. Igen, valami Fuji. Le kell nyelni egy 36-os filmet. És előhívják, és akkor meggyógyulsz. Ezt én is olvastam. Ah. Azt tetszett az a musz. Ja, őrületes volt. Remetek. Ezért mondom, hogy azon nem kell izgulni, tehát tényleg rengetegen el fogják kapni, és nem az a para, mert ez a dolga, nem, tehát hogy nem tudnak mást, mint elkapni. Ma? Peti B-ból fenolvassa a Twittert, Gobert szegényke megkapta itt a nagy csóker. Ó, sztorit! Szép volt! Ez is annyira szépen teszik le ezeket a signature move-okat, nézd meg! Ez annyira vintage Jordan, ahogy megcsinálja. És azt nem tudom, hogy ezt ilyenkor hogyan modellezik le. Megkérnek egy fickót, hogy zsákoljon úgy, mint egy Jordan, vagy be tudják valahogy. Az van, elmesélem, mi van Banus mikrofonjával. Azt a mikrofont, amivel elkezdtünk streamelni, azt én vettem még, mert nem volt mikrofonunk a hét végén. És akkor elkezdtük, és akkor az jött be, hogy Barnus is élvezi, nektek is tetszik, csináljuk még. Visszamentem ugyanannak a webáruháznak a honlapjára, aztán 3000 forinttal drágább volt ugyanaz a mikrofon 3 nappal később, pedig nem fertőtlenítő, meg WC papír, meg semmi. Úgyhogy szépen egy kerestem egy másik webáruházat, ahol meg még 2000-rel olcsóban megtaláltam, mint amennyiért a sajátomat vettem, de az majd holnap lesz csak átvehető, úgyhogy Barnabás még ma este néhaságba burkolózik, hál' Istennek. Ú, Dumars, milyen szépet védekezik. Azt lenyomom még hátulról, majdnem. Steve Kerr vagy John Paxson volt te a jobb irányító. Így van, hangosan kiabál, az megy neki, úgyhogy azért nem lehet mindig hallani, de nem olyan kristálytisztán, mint az én hangomat. Holnap egy Lakers Celtics lett retro. Hát holnapra elvileg egy ilyen 70-es évekbeli meccset lesz? Terveztünk, de aztán majd lehet, hogy... De aztán majd lesz újra egy ilyen 3 meccses retro szavazás. Vagy az is lehet, hogy majd ezt... Hogy majd... holnapi retro után inkább lenyomjuk az All-Star meccset, amit szintén kértetek pályán. Ez Dennis Rodman? Persze, hogy Dennis Rodman. Csak még rendes haja van. Még akkor sem lett egy varázsló, szerintem ne bűvészkedj vele. Nem azért szerettük. A sebességén is. Hát az... És milyen vicces, hogy féregnek hívja mindenki, és közben nem azért, hogy egyébként egy féreg, hanem valami, hogy volt, valami úgy tekergőzött a pályán, vagy tánc közben, valamilyen ilyen ilyesmi sztoriban, mint egy féreg, és ezért lett ő féreg, nem a viselkedése miatt.
Dennis Rodmannek az életrajzi könyve is vicces, hogyha meg tudjátok szerezni. Szép megoldás. 96. Látod? Látod, ez 10.000 BBB, Isten nem paraszt. Elmész koronavírus idején. Ja, zsákolásnál rosszul fogtam talajt, vágás, és látjuk Bowler 10.000-et, hogy izé ilyen zicét, hogy zsákolásnál. Jó, de biztos tud zsákolni, csak köcsögösködöm. Majdnem bement a nyíl. Ötletem nincs, hogy nem is tudom, hogy miről beszélsz, hogy mi az a my points. Én nem csinálok ilyen vajon? Csacsiságokat. Én csak játszom borzasztóan magas minőségben, mint látszik. Semmi ilyesmi. Ó, Johnson, hogy nem kaptam el? Jézusom! Olyannyira gondolkozom új top 10-es videón, hogy a wingek már össze vannak rakva. Úgyhogy azt csak fel kéne vennem, a centereket, illetve a magas embereket még nem raktam össze. Nem látom Dávid Kornélt a pályán, hát valószínűleg a 2K nem kereste meg őt. Ja, hát a Kornél ilyenkor még a Cerkával játszott. 88-89-ben, ami bő 10 évvel később jutott ki az NBA-be, úgyhogy... Azt hiszem akkor, hogy busz meg nincs is. Nagyon szépen várta ki Vincent. Örülünk Vincent, dobunk két büntetőt. Na, ez egy jó kérdés. Kedvenc Star Wars karakter. Kedvenc Star Wars karakter. Hát... Mondd nyugodtan, hogy Jar Jar Banuska, nem szégyen. Mi? Én őt is utálom, mondjuk. Nem annyira, mint te, de... Nem. Szerintem Palpatine lenne. De nagyon nehéz választani. Én egy nagyon közhelyes Boba Fettet mondok. Hát, ja. Én vagyok a Bulls-szal. Ój, bassza fesz. Megint én beszélek csúnyán. Azért ennek a 80... Ezt nézzétek meg, amikor így vannak emberek, akik sírdogálnak, hogy milyen az NBA mostani állapota. Nézzétek meg ezt a Bulls kispadot. Vincent passzol Hodgesnak, jó, mondjuk nyárt egy pár tripladobót, visszajött Grant. Tehát olyan szutyog gyenge kispadok voltak régen az NBA-ben, még a nagy Bulls idején is, hogy azzal azért nem lehetett messzire menni. Ehhez képest most ezek a 9-10 ember mély kispadok, amiket látsz mondjuk a Clippersnél, össze nem hasonlíthatók azzal, ami régen a helyzet volt. Na, futi-futi, Davis! Gyere, Vincent! Szeretünk, Vincent! Állj be a középtávoliba! Hagyd ki a... Nem, bedobja! Milyen sampont használsz? És az hiszed vicces vagy, pedig használok egyébként sampont. A fejbőrömet mosom meg vele, és ilyen jó mat lesz tőle, nem villog. Vagy nem villog, nem csillog. Klay Thompsonnak a térde roppant meg még a tavalyi döntőben, úgyhogy ő azt kúrálgatja. Szerintem egyébként már elég jó állapotban van, futszalad dob, úgyhogy néhány hónap is jön is vissza. A Warriorsban szerintem több ilyen fickó van, a felüknek a nevét se tudom, úgyhogy én kifejezetten azt gondolom, hogy Lee meg Pashal mellett lesz más is, akit látunk. Én kifejezetten azt gondolom egyébként, hogy Steve Kerr élvezi ezt az idei szezon, mert újra játékosokkal dolgozhat, fiatalokkal. Úgy-úgy, ACL szakadása volt. Kéne... Ja. Ó, visszajött a 23-as, őt már láttam valami plakáton. Á, ezek a bejátszások, hogy egy meccsen 16 labdát tudok ezzel eladni. Köszi! Pici fát, nem fát. Kobe White mire vihet karrierje során? Hát nagyon korai még megmondani. Kornél foglalkozott vele a harmadik eliubban. Úgyhogy
azt nézzétek meg. LeBron könyv kupon holnap lesz. Holnap bemerészkedem a bűnös fővárosba, és hogyha nem kapnak el az utcán portyázó Mad Max-es bandák, akkor bejutok az irodába, és elhozom a saját példányomat, és akkor tolom ki a kódot is. 15%-kal olcsóbb lesz a könyv, úgyhogy ha még egy napot tudsz várni, akkor dobom hozzá majd a linket. Panuskám, szeretnél-e valamilyen tetkót? Nem, nem. Apám, az ujjaidra pont kiférne előre. Na, mit szólsz? Nem, 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 nem. Én nem vagyok, nem szeretnék egyet sem. Én viszont képzeljétek el, most a dolgok jelenlegi állása szerint lehet, hogy 26-án megyek és befejezem a sajátomat. ESPN 30-30 éjszakát hallott nézni, hát kb. Sehol Magyarországon. Az a világ szégyene, hogy itt vagyunk 2020-ban, mindenki otthon ül, és várná, hogy szórakozzon, és mindent meg lehet most már tényleg csinálni kis túlzással, leszámítva a 30 for 30-t. Ami igazán kár, mert én is néztem be pár részt, aztán nem bírom ezt, hogy egyáltalán nem tudunk hozzá sehonnan sem feliratot, ez is szörnyű. Mindegy, de és tényleg zseniális az a pár részt, amit láttam belőle. Elég gondolni, szerintem a legjobb eddig, amit láttam, a Beeleville, a Beeleveland, ami Cleveland sporttörténetéről szól, elképesztő. És tényleg szörnyűséges, hogy nincs hozzá, egyszerűen nem lehet egyszerűen. Nem, felirat még csak-csak van hozzá, de hogy angolul, angol felirattal se tudod legálisan sehol se megnézni. Vagy ha igen, akkor olyan áron, amiért köszönöm szépen, inkább kitalálom magamnak, hogy mi történt. Úgyhogy... Na ez olyan volt, mint ahogy Lembir játszott egyébként Jordan ellen, telibe várva. Lebron az Chosen One tetkóban is, semmivel sem tudtok rájönni. Berkenye for life. Nagy Berkenye for life tetkó. Én vagyok a Detroit-tal, a Bad Boys-okkal. Róluk is van része, hogy az ESPN-ben, de rengeteg van. Mindenféle sportról. És az a röhely, hogy ez is Bill Simmons nevéhez fűződik. Sérülést láttátok? Sérülés? Az melyik? Egy nagy kérdőjel erre a válasz, mert nem tudjuk, miről van szó. Az a Sellers, ez nem tűnik egy acélos játékosnak. Az viszont jó nagy szobúra volt. Rodman szerintem most is uralná a palánkot, abszolút, abszolút, abszolút. Az, amit ő tudott, az nem korfüggő. Egyrészt a hírek szerint, bár a fene se tudja elképzelni róla, amilyen életvitelt egyébként folytatott, hogy rohadt sokat videózott. Ennek sérülés volt a címe? Azt láttuk, igen. Azt láttuk. Szóval nagyon sokat videózott, hogy merre pattan a labda, meg hát annyit melózott, amennyit idén, vagy nem idén, mostanában az NBA-ben nagyon kevesen. Az de szép blokk volt. A Coach Carter nagyon jó film, csak nagyon sírok rajta, én azért nem szoktam nagyon nézni. Hogy voltunk? Hogy akkor néztük meg a Coach Cartert, amikor Barnus még pocakban volt, és beállt, hogy gyakorlatilag így hangosan végig zokogta a filmet, mert majdnem kivezettek minket. Nyomd le még egyszer. Na szép. Nem tudom, mennyi blokknál tart most. Mindjárt megnézzük. Oly. 6 másodperc. Gyere Vincent, gyere kicsi Vincent. Gyerünk Hajiz. Bill Armstrong miért letolzták 90-ben? Kicsoda? BJ. Nem Bill Armstrong, BJ. Apád egyik kedvenc játékosának tudd a nevét. BJ.
Oh, my halftime show. A fél idővel már igen. Az új Spencer sorozatot. Nem a Spencer konfidensára gondolsz, vagy mi, ami most van, az az új Ez film. feed, az film, amiben a Mark Wahlberg van. 29%-kal dobok? Annál színeiben jobban szoktunk. 16-17, lepatott 10 gólpassz, micsoda csapatjáték. 6 blokk. Jesus Christ. Na jól van. Most tőlem kérdezzetek, mert most én talán kicsit tudok lélegezni. Ez az, kérdezzetek Barnustól bonyolult kérdéseket, hogy feljöhessek. Ma már amúgy, akik iskolakötelesek, kicsit könnyebb napja volt? Játék ördöge filmet én láttam, igen. He Got Game-et. Na, megnézted a cson nélkült először, vagy most már sokatszor, vagy a tegnapi ajánlás miatt? Mandalorit megnéztük, igen. Nem túl gyorsan, de megnéztük. Szép lassan. Ó, bakker. Szép. Neked mi a... Kérdezték, Barnuskám, hogy mi a kedvenc filmed? Hát úgy... Ne pornót mondjál, légy szíves. Vannak gyerekek is, akik nézik a streamet. Szóval? Az majdnem kéne. Mindjárt csak Marton talán. Nem. Hát ha úgy örököt kéne mondani, akkor a Star Wars egyértelműen. Tehát... A Star Wars a kedvenc filmed? Inkább a trilógia csak. De ha azon belül filmet kell mondanom, akkor a hatodik rész. Az úgy befolyásolt engem gyerekként, meg így most is azért eléggé befolyásol, hogy őrület. Még úgy is, hogy én ugye már akkor születtem meg, amikor Star Wars filmet már nem vetítettek. Ugye 2005-ben. Már a második trilógiának is vége volt akkor? Hát akkor jött ki a Sith-ek bosszúja. És én maximum egy gügyögő... Szép! Egy gügyögő baby, baba voltam csak még. Csak hobbiból kosarazok, leginkább tornaórákon, de amúgy rendesen nem az iskolában, nincs is hivatalos tornacsapat. Igen, meg kéne tölteni a sóderes állványát a kosárpalánknak egy kis vízzel, mert párszor most felborította a szél, aztán... Igen, szegény anyukánk anya kocsiját egyszer össze is karcolta. Hát akkor igen, be is horpadt az ajtó, úgyhogy azt... fel kell tölteni, aztán hétvégén szerintem kimegyünk pattogtatni egy kicsit. Nem érdekel a tél, kimegyünk. Kemények vagyunk. Kedvenc Star Wars karakterek. Én már mondtam Darth Sidious, apa meg Boba Fett. Én Boba Fettes vagyok, igen. Spencer Peisinger NFL játékos életét. Nem, az nincsen nem meg. Ismerjük. A izét kezdtük el tegnap nézni, kérlek szépen, Beátával a Morning Show-t az Apple TV-n. Most éppen kifogytunk mindenből, és itt az ideje újat nézni, és azt kezdtük el. Meg én pótolom a Peaky Blinders, hogy mire majd jön az új évad, akkor... Ne, a lábára pattogtasd, már John, edd meg a... Akkor majd péntek délután kimegyünk, hogyha hétvégén rossz idő lesz. Anakin vagy Rey? Hát Anakin. Amúgy, aki kérdez. Hát apa megy ki az emberek közé, meg anya is, mert vásárolnia kell pár dolgot. Én nem fogok, én itthon maradok. Rendben. De nem az emberek közé megyünk, van egy kis kertünk, és abban a kis kertben van egy nem túl nagy ilyen 8x8 méteres kocsi beálló, és annak a végére vettem egy palánkot, egy ilyen állítható magasságot, azt fogjuk majd újra felállítani. Hú, de jó sok ilyen.
legendás Rockets Knicks döntőt. Legendásan szar. Jó, berakom. Majdnem bedőlt az majdnem csődbe ment az NBA ebben az évben. Igen, Haben 93, én is azt gondolom, hogy ezzel kimaxoljuk az Apple TV-t. A izé, a Momoás se jó, az a Vans. Azt csak néztük meg. Momoát azt egyébként bírom. Inkább Rockets Magic. Ja, a Peaky Blinders egyébként tetszik, de nálunk az nagyon túl volt hype-olva, tehát... Szép! Oh, szép! Milyen szaga van Jordan kukiának billenbéné? Csak... Na, ah, Fincsit beleszagolt! Nem nézzünk helyszínelő sorozatot. Az X-szakta valószínűleg annak nem... Ja, igen, Beáta meg Barnabás néznek ilyen retro sorozatokat délután, a Dr. House meg az X-szaktákat. Mikor szokott kijönni az Eliup? A műsor a szombaton van tévében, de most egy ideig pihen, aztán hétfőnként kerül ki YouTube-ra, ez már megtörtént az új epizóddal kapcsolatban. Szép volt, Jordan! És most meg podcastet vettünk volna föl ma este, de Csabi lemondta, úgyhogy majd holnap. Barnus azért nem kapott mikrofont, mert megnéztem, ahol vettem ezt, ami most a filmen van hétvégén, és megpörrentették az árát 3000 forinttal, és kerestem egy új helyet, és holnap majd oda megyek érte el, mert ma nem volt. Még a boltban nem érkezett meg, szóval elvileg holnap már lesz neki is mikrofonja. Billen bír. Na, ha akartok egy igazi alattomos, sunyi, egyben gyáva csávót látni játszani, akkor nézzetek Billen bír videókat. Igen, szerintem a következő retro szaladásban benne lesz a Magic Rockets döntő. Mit gondolsz, apa, érdemes beletenni? Szerintem mindenképpen legyen benne. Akkor befog, az biztos bekerül azt mellőle. Mondjuk a másik három... Pucski! Hármat meg szintén megpróbáljuk kitenni, de írjátok az ötleteket, mert ti nagyon, nagyon jókat tudtok mind mondani! Majdnem. Hogy ne tudnám, hogy ki a Messi, a Real Madridban játszik. Na, dob már be, Michael, hát nem hiszem el. Barcelonában? Majd felveszem, fiam, az ironia kalapomat, hogy érezd, hogy mikor viccelek, jó? Vagy megbököd le az oldaladat. Ez hihetetlen megint kimaradt. Lesz a hétvégén videó, még nem pontosan tudom, mi a témája, de szerintem hétvégén veszek föl mindenképpen, úgyhogy... Ezután milyen meccset játszotok? Hát egy mait. Így van, írjátok meg kinek milyen napja volt. Nekem nem volt olyan húzós, mint tegnap, de azért az volt. Apának meg nagyon fárasztó. Meddig lesz karantén stream? Amíg karantén van. Hát, hogy utána is, hogyha imádjátok, de ki tudja. Igen, hát sajnos nekem is felcsillant a szemem, amikor mondták, hogy kapunk majd ilyen retro meccseket. Egyrészt azt hittem elsőre, hogy például ilyeneket, hogy ilyen 80-as, 90-es évekbelit, de aztán kiderült, hogy nem, hanem az elmúlt év legjobb meccsei lesznek. És aztán pedig kiderült az is, hogy az óvintézkedéseknek az egyik lépése az az, hogy nem lehet... hogy hívják ott, nem lehet szakkommentátort hívni, csak kommentátor van bent, úgyhogy most rendes meccset egy darabig nem fogok kommentálni. De hát itt van nekünk a karantén stream, ami meg, mondom, amíg itt leszünk, addig szerintem gyakorlatilag minden este majd nyomatjuk. ...36-28, pedig följöttem már 4 pontra, aztán most megint 8 pont van közte. Jó, hát azért nem lesz 20 pont, mint tegnap New 88, tehát 10 ponton belül. Ugye 88-89-ben ugye a valóságban is még a Detroit volt a jobb csapat. 91-ben fordult a kocka. A top 3 játékos, aki soha nem nyert bajnokságot, téma ez tegnap volt, és... mondtam, hogy ez annyira jó téma, hogy egyszer majd lesz belőle videó, úgyhogy nem lövöm le, hogy ki a tippem.
Na, most elkezdek folytogatni. Először a szó átvitt értelmében, majd hogyha továbbra is vezetsz, akkor a szó szoros értelmében. Szép. Vincent. Hodges. Pipi. Basszus Pippen. Basszus Grant. Együtt gondoltuk ki, hogy lesz ilyen stream. Nem, Barnus találta ki, nekem nincsenek önálló gondolataim. Nem, apa találta ki, de és én egyből támogattam az ötletet, mert jó hangzott. Még amúgy is gondoltam, hogy jó lenne úgy kicsit újra NBA-zni is. Elképesztően bénán játszom. Elképesztően bénán játszom. Marvels vagy DC? Marvels. Képregényben én szeretem a DC-t. Igen, de tényleg filmekben a Marvel úgy elvisz mindent, mint fene. Ó, emlékszem a szegedi interjúra, az nagyon jó volt. Ja, ezúttal nem, is köszönjük a hogy legyen meghívást. kosaras hasonlat, a Marvel úgy elviszi, mint Michael Jordan kosara, amelyvel lemészárolt 20 000 mormont. Basszus kulcs! Azzal még nem bajnokságot nyertek, amikor azzal Jordan bedobta azt a labdát. Dehogy nem. Azzal nyerték a 6. bajnokságot. Ja, akkor mint ahogy Jordan lenyúlta a bajnokságot a mormonoktól. Na, szép. Filmekben DC, Dark Knight plusz Joker? Azt a kettő nagyon jó volt összeállva. Mi a Nolan trilógiát... Jó, de a Marvel... Na, hát azért azok a Joker az egy kivétel, a Dark Knight meg 10 éves. Amióta beindult a Marvel univerzum és próbálja felvenni vele a versenyt a DC, az akkor még nem DC univerzum volt, az 3 önálló Nolan film volt. Hát most Marvel vagy DC, akkor vegyük elő a 89-es Tim Burton féle Batman-t is, meg Adam West-et is tegyük hozzá. Tehát szerintem onnan fel összehasonlítani, amikor elindult a Marvel univerzum. Még azt a Batman-t is, ahol az ellenségek ellenség egy őrült japán tudós volt, aki zombikat csinált, mert a második világháború evében ezt gondolták ki, hogy ez lenne a jó ötlet. Szép volt, Pip. Jordan utolsó döntője is. Nagyon sok a lehetőség. Igen, a Joker nem egy képregényfilm, de attól függetlenül egy DC alkotás, szóval annak számít. Valamiért. Nem, ez nem lehet fal, tehát olyan szépen védekezett ez a kis csóka, na mindegy. Volt olyan kérdés, hogy mivel foglalkozom egyébként? Egyébként egy reklámügynökségnél dolgozom. Na, home, gyerünk! És most próbáljuk a home office-t működtetni, egyelőre kisebb, nagyobb sikerrel. Yao Ming volt a legmagasabb NBA játékos-e? Szerintem nem. Szép volt, Horace. Szerintem ez a Manutból Marjanovic vonal. Lehet, talán egy... Manutból volt a legmagasabb, igen. És lesz All-Star Game, tervezzük. Ja ti, aha, értem, emlékszem, Don Bandi. De Mavericks Heat is, az is. Mavs Heat az NBA-B. Na, nyomd meg a bídő kócsot, drágám. Csárognocs 13. Gyere kicsi Mike, mutasd meg, ki a fasz a gyerek. De ne így mutasd meg! Basszus, hogy mindent kihagy. Ez hihetetlen. Szép.
Az idei 2K-ba konkrétan minden szar azon kívül, hogy nagyokat lehet zsákolni, vagy nem tudom, tehát szerintem, vagy jó, biztos mindegyiket. Balaton Campről lesz idő, az nem tudom, mit A Balaton Camp az a kosártábor volt, ahol most már harmadik éve járok le. Nem lesz videó, és idén sajnos Balaton Camp se lesz. Pedig idén akartam. Anya imádja őt. Idén élettem volna az MVP a tanárdiák meccsen, de sajnos pont elmarad. Olyannyira, mint ahogy Iguodalát is imádta. Úgy dumásszak, fáj minden, ne valahogy. Az nem mehet be. Tomás, talán tudsz! Az igen! Szép volt, Skadi! Manutból vélemény esetleg. Hát, sajnos korán meghalt, hogy ki tudjon hozzakozni. Igen. Az egy szürreális látvány volt, amikor az a pálcika ember elkezdett triplákat dobálni. Nem mehet be! Nem mehet be! Na, nem! Jön a busz! Jön a busz! Johnny boy! Ne viszem el! Lambier! Ne! Öld meg! Jézusom, milyen őrület lett itt a végén! Az nem mehet be! Basszus kulcs, Tomás! És keverjük össze, hogy most Bolból vagy Manutból, mert a Bolból a gyerek. Manut volt az apuka. Manut kurta a triplákat. Ez... Még Isaiah Thomason sem tud Jordanbe. De ezt nem hiszem el. Ezt miért adja el? Rodman, hogy fut? Lambier! Bedobja? Nem! Dumar! Nem, Rodman az. Szép. Nem lesz overtime. Az a baj, nem lesz overtime, mert Michael Jordan úgy játszik, mintha... Nem tudom, hogy játszik. Facsken inkább. Mert... nem ideg a keze a játék, de annak... Grant miért nem tör be? Kosárkártyák, ahogy állsz. Ismerem a fontosabb hazai gyűjtők egy részét. Voltam egy-két bőrzén, de nem kezdtem bele, mert... Így is elég sok hülye hobbim van. Legérdekesebb, ami van, azt már biztos láttátok a videó díszletében. Egy kártya, ami nap a 6 kedvenc játékosák a mezőben. Basszus kulcs, hát az nem értékes. Hát az csak annak igazából eszmei értéke van csak számomra. Hát jó, de attól függetlenül azért jó már. Azért nem annyira szarul. Hát annyira nem szarul, de... Egyébként jól sem. A második negyedtől fagyos kezű volt. Steve Kerr ebben a korban még, hú, nem tudom, lehet, hogy Clevelandben játszik, vagy lehet, hogy még nem is NBA játékos. Valószínűleg a legszarabb logóval valaha, amit kreáltak egy csapat. Igen, de lehet, hogy ebben a korban még ott se játszott. De, ott van. 88-89-ben már ott játszik. Ott van. Jó van akkor. Thomas! Szép volt, Baby Mike! Fuss el! Dobd be! Szép! Ott a plusz egy! Cubsban játszik Mike Price. Mi az, hogy mi? Nem volt plusz egy? Vetődj már érte! Kerr Phoenix ekkor? Szerintem még nem. Várjunk. Falt. Ja, hogy goaltending volt. Ó. Akkor fallott. Ja. Ki nyert többször? Buu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 
Kimarad, kimarad! Bakker! Egy tripla! Hú. Phil Jackson milyen szarul néz ki. Na nézzük. Mit tudok tenni? Csere. Ja, azt nem itt kell ilyet cserélni, várjál. Be the coach. Megnyom a be the coach gombot. Behozom a triplás csapatomat. Őrület lesz. Azt jelenti a goaltending, hogy amikor már lefele esik a labda be a kosárba, akkor megérinti valaki, és akkor számít még a pont.
Kb. Így lehet leírni. Nem ment be. Jordan, te! De Hodges-t miért nem hozta be, hogyha ő volt a tripladobó bajnok egyszer? Na mindegy. MJ buzzer beater step back 3. Hát egy másodperc van, nem tudom. És bement ez is! Hát de direkt ki akartam hagyni. Dobd! Dobd! Ó, basszus kulcs! 4-3! 4-3, szép volt! Ez volt a klasszikus meccs, jön a jelenlegi. Jó, hát nem lehetett tudni, hogy hozzám kerül. Na jó. Kivételesen és véletlenül Michael Barnabás. Jordan 18.3 lett. 8 per 21-et dobott. Pippen 10. Ne, Pippent kellett volna erőltetni. És nálam Thomas 14 pont, Lambert 1 blokk, és Dumar. Na, itt vannak a mai meccsek, Barnuskám. Sally 3-at blokkolt. Szép, egyébként ő játszott utána a Bullsban is. Igen. Lássuk, Toronto 7. Lehetné egy kis akció a Rep City-n? Tök sok akció van, ingyen van a házhozszállítás, A. B. meg meghosszabbították a garanciát is most, hogy lassabban tudod tesztelni. 76ers Raptors. Azt szerintem a 76ers Raptors az menő. Thunder Atlanta. Knicks, Celtics, Bullets, Nets, Warriors, Pacers, hát ez ma nem... Heat, Bulls, ez már nem... de ezek mind majd vannak, vagy ma lettek volna. Clippers, Nuggets, az már volt mind a kettő, Spurs, Pelicans, Jazz, Lakers. És Timberwolves, Suns. Én a Raptors meccset nyomatnám. Az legyen. Raptors 76ers lesz, gyermekeim, az Urban. Lilelé, úgy van, az lesz. Jaj! Na nézzük! Fél a Toronto, úgy látom, nektek is ez tetszik. Boston nincsen. Na. Most én vagyok idegen, mert olyan jó ment otthon. Most 4-3 az állás? Nem. De. 4-3. 4-3. Na, akkor ki kell legyen? Leszek Mainstein most. A Toronto van idegenben. Van. 70. Hol a fenében van? Ott. Hogyan lesz valakiből kommentátor? Hát embere válogatja. Most már azért ez másképp megy. Velem az volt, hogy én... hát még az NBA Live 1993-as, nem tudom, 3-as, 4-es verziójával játszottam a haverjaimmal, és hát nagyon béna volt akkoriban a kommentár még. És azzal szórakáztunk, hogy amikor játszottunk, én kommentáltam a gép helyett, és mivel akkoriban sok angol meg német nyelvű kosárlabda közvetítést is néztem, akkor 3 nyelven tudtam kommentálni. Leszarom. Már bocs, Szabi. És... Simons 3-as, hát a játék szabályain belül nem tudom... Sztoriba voltam. Ez mennyi lehetséges, de megpróbálom folytatni. Igen. Na, szóval a lényeg az, hogy felváltva kommentáltam magyarul, angolul, németül, és vinyogtunk a röhögéstől, és aztán utána meg teltek az évek, majdnem lett Magyarországon egy kosaras újság, aminek én lettem a főszerkesztője, meg így pezsegtem az NBA-s körökben, és aztán 2005-ben írtam egy levelet a Sport TV-nek az utcáról, hogy van egy borzasztóan jóképű, megnyerő fiatalember, aki én vagyok, és reklámügynökségnél dolgozom, és szoktam prezentálni, tudok beszélni, imádom a kosárlabdát, írtam egy csomó cikket már, mi lenne, hogyha elhívnának szakkommentátornak. És akkor meglepő módon beívtak egy próbafelvételre, Szaniszló Csabival egy Sixers, mi volt az, várjál? Suns,
Lehet, hogy Mavericks meccset kellett egy negyedet felkommentálnunk, és aztán utána nem sokkal később behívtak az első meccsre. Én így lettem kommentátor, de tök változó. Tehát van, akit hívnak, van, akit beajánlanak. Én az utcáról bekopogtattam, hogy itt van Bazsi a hegyről, beveri egyből. Egy pár magyar meccset kommentáltam utoljára a Falkónak a BL meccseit, amit egyébként nagyon Na, szerettem. lássuk, és az Ó, első. ott volt a Simons tripla. Megpróbálom, higgyétek el, de ha nem működik, akkor nem csináljuk, mert akkor veszíteni fogok. Micsoda trükköt próbált Siakam. Horford. Na szép. Embiid. Zsamorán vélemény. Apa imádja. Tőled is kérdezne. És én is amennyit láttam belőle. Mondjuk játékban nem annyira effektív a... Ezt nem hiszem el. Foglaljuk össze, nem mennek be a hármasok, nem mennek be a középtávolik, és ha közélről próbálok dobni, azt vagy leblokkolják, vagy kimarad. Gyakorlatilag ezen kívül még büntetőt tudok dobni, az meg nem rajtam múlik. Hihetetlen. Jelenlegi kedvenc cipőm utcára az egy Adidas Konzorcium 4D. Azt hordanám reggel délben és délután 6-kor, ha rajtam múlna. Azt meg elviszik. Jó. Csodálatos, Freddy Van Vliet bedobta. Itt vagy a valóságban, nehezebb a tripla? De mit nehezebb a tripla? Edzésen meg bemelegítésen néha azért bevágok egyet, ami NBA-ben nem mondható el. Na gyere, Embiid! Ott osztatlak. Szép. De hol van itt mindenki? Hol van Lowry? Milyen szépen kivittem. Miért nem lakjátok lejjebb a nehézséget, mert... Mert jók vagyunk! Mert bízunk magunkba! Figyelj, lehet, hogy holnap lejjebb állítjuk a nehézséget, mit szólsz? Kipróbáljuk, ha ezt azon a... jobban estek a triplák, akkor benne vagyok, mert... Ezt a shit show-t lehet, hogy nem sokan fogják most már az emberek nézni. Tudni, próbáljuk meg most, vagy... Vagy nem még egyszer. Ilyenkor lehet lejjebb rakni? Ó, lehet. All-Star. All-Star, elég lesz az All-Star. Jó, szuper. Mondom még egyszer, bár aki itt van, az nem biztos, hogy föl fog menni a YouTube-ra, hogy mától nem a Baska csatornára mennek föl majd a meccsek YouTube-on, hanem a Baska VOD csatornára, erre kell majd rákeresni lelkesen. Szép. Az is szép. Miért esett itt annyira alul a Hát szemben? Brad Brown szerintem az egyik probléma, igen. A másik probléma, hogy agyatlanul töltötték fel ezt a fiatal keretet sztárjátékosokkal. Ott volt Embiid, ott volt Simmons, ott volt Saric, ott volt Covington, és szétbarmolták őket. És idehozták például Al Horfordot, aki egy picsa jó játékos, de marhára nem ebbe a csapatba való. Igaz, igaz, Európában közelebb van a tripla vonal. Realizmus miatt nem kapcsoljátok ki a nézőket, azt már nem. LeBron is megmondta, nincs néző, nincs játék. De most ezt tényleg hogy hagyja ki? Tehát mire állítsuk a szintet, hogy ez bemenjen? Hát... Ki a legrondább NBA játékos? Popeye Jones a régiek közül. Sam Cassell is bejelentkezik. Ja, igen, az UFO szemeivel, vagy mi a... Az egész csávó úgy néz ki, mint egy UFO. Nézd meg, milyen jól bemegy! Jó, lehet, hogy levisszük még egy szinttel. Jó, levisszük még egyel.
még lejjebb a végén már holnap ilyen izén, ilyen pelenkás babák fognak. Igen. Támadjál és... On! Támadok, tessék. Na. Lássuk, hogy ezen működnek-e a triplek. Pro. Elvileg ezen kéne alapból játszani mindenkinek. Kivéve aki nagyon, nagyon ügyetlen, mint én voltam régen. Na. Ó! Oh! Szép. Hofli. Szép volt, Busé. Nem cuccatod, lehet most is van rajtuk pelis. Persze, rukirat, az már megalázó lenne a ruki. Hát, nem, oda nem hiszük le. Én prón játszok, és elég jól mennek a triplák, jó? Hát, ha mi is úgy érzékeljük, akkor ezen nyomjuk. De most még nem prón vagyunk, még All-Star-on vagyunk, nem? Prón már. Nem. De átállítottam mindent. Mikor? Amikor gyorsan leállítottam, addig te valami másra figyeltél. Van. Jézusom. Engem itt ismernek. Na, talán olyat most... nem lehet, mert ne tudjunk kimenni a pályáról? Lesz új cipőkirept, régi cipőkollekciós videó se volt. Még egy cipőgyűjtéses videóm volt. Hát az én cipőim azért így, nem tudom, én szeretem őket, mert nem hordanám, de azért nem ilyen hype kollekció, hogy röpködnek a ritkábbnál ritkább, Yeezyk, meg nem tudom micsodák. De ettől még majd lehet, hogy valami lesz. Na ez legalább majdnem nem ment. Nézd meg! Itt van Tibül dobja is. Kedvenc jelenlegi NBA mesz. Nekem a naplementés juta. A playoffot lejátszani az marha sok idő lenne, és napi két meccsre van időnk, úgyhogy nem tudnánk körbeérni. Meg én rá is unnék, megmondom őszintén, szinte biztos vagyok benne, hogyha negyedszer kéne, nem tudom, egy Pacers Raptors-t játszanom. De szerintem ti is unnátok. Inkább olyan játékost érdekes nézni, tehát minket azért nem azért érdemes nézni, olyan marha jól játszunk, hanem azért, mert közben beszélgetünk egy jót. Azért olyan drága csirke, mert a spárban, mert mindenki. Azért, mert Soros György szereti a csirkét. Ó, micsoda búra volt egyébként. Na, vetődj! Vetődj! Lilleli, tudod kinek van sok cipője még? A múltkor láttam róla egy videót, a Wilson Chandlernek voltak múltkor nála, és egy ilyen raktárszobányi szajréót figyelt, a csónak hátán. Na, úgy. Szép. Legjobb pályafestés. És Kyrie Irving. Összekötném a kettőt. Én nekem nagyon bejön a... Szép. Nagyon bejön a szürke pálya a Brooklyn Netsnek. Ti hogy bírjátok? Amikor olyan, mintha egy ilyen rajzfilmet néznél. Ilyen noir rajzfilmet néznél, és akkor rajta a színes játékosok. Ezt nagyon szeretem. Szerintem az ki van találva. Szemmel rajzolták. Szóval mikor lesz ingyenes a Pornhub Premium? Hát... Nem tudom. Vaszek soha. Tekintve, hogy mennyien néznek, vagy lehet, hogy mennyire kell... Szép, Paul Davis! Én azt gondolom, hogy akinek ingyenes Pornhub kell ahhoz, hogy ingyen tudjon pornót nézni, az nem való erre a világra. Baruskát, ahol szoktál pornót nézni? Sehol. Sehol? Meg amúgy se... Ha, miért vetődött? Az a vetődés. Új. Úgy tűnik,
történik, azért ezen a szinten több a vicces dolog, ami történik. Te nézd meg, hát így is kihagyom. Korkmuz! Hátsó búra. Mi csinál Barnus? Ne, kapd el, ja, értjük. Hallod, Barnuskám, azt mondják, hogy nem nézed a pornót, ha nem csinálod. Ja, hogy? Szép. Nem csak szerinted fogytak meg a jó centerek, egyébként is megfogytak. Nem kedvez nekik ez a korszak. Maradjunk annyiban. Ki tudja, talán egyszer újra eljön az ő aranykoruk. Oh! Igen, csak nagyon szőrös. Ártatlan és szőrös. Tobias Harris. És működik. Tibul! Barnus, a kedvenc NBA csapatod kicsoda? Jelenleg? Uh-huh. Valószínűleg a Raptorsot mondanám. Akkor direkt rosszul játszom, hogy rossz legyen neked. Rosszul érezd magad. Nem, játszol. Hány döntőben lesz Giannis MVP? Hát ezt nem tudjuk megmondani. De ó, betette. Nick Foles tényleg a Bears-be igazolt? Azt a mindenit. Az milyen szép búra volt. Várjuk a Space Jam-t. Hát Sanyit kéne megkérdezni, hogy Sanyi mit szól hozzá. Valószínűleg amint megtudta, hogy... Ne, felhívom Sanyit, bejátszok az adásba, mit szól hozzá, mit szóltok. Várjál most. Várjál ott. Ki a Sanyi? Szerinted ki a Sanyit? A kollega Sanyi? Dehogy is. A Skobács Sanyi. De hol van a Sanyi? Hát most hívom. Közben nézzük ezeket a gyönyörű szapuszokat. Reméljük felvesz. Csöng. Igen, uram? Szia, Sanyikám, jókor hívlak? Nagyon jókor, és miben segíthetek, uram? Na, figyelj, streamelünk Barnussal, és itt vagyunk több százan, és felmerült, hogy Nick Foles új irányítója a Bears-nek. Így van, Big Nick nálunk kötött ki. Na, kérlek szépen, azonnali választ szeretnék kapni, hogy mennyire örülünk neked, ennek vagy nem. 10-es skálán? Igen. És hogy 21 millió garantált, azért kell neki fizetni? Hát olyan 3-as. 3-as? Neked a szar se elég büdös, Sanyi. Hát sajnos. Most mit mondjak, hogy ott lett volna Teddy Bridgewater, őt is elhozhattuk volna, Cam Newtont hozni, hogy utálom, de még mindig jobb lett volna, de elhozzuk Big Dick Nicket úgy, hogy utoljára a Soldier Field-en elpáholt minket, és garantáltan ki kell neki fizetni 21 millió dollárt, az nagyon kemény, szerintem. Akkor nem vagy most sem vidám. Hát nem tudom, ki lett volna jobb egyébként. Ha Teddy-vel meg tudunk állapodni, sokkal jobb lett volna. Én benne látok jövőt, de még így is jobb, mint a... De te direkt lejárt a szerződésem? Tehát elvihettétek volna? Igen. Aha. Igen, mert ugye a Saints az úgy volt, hogy egyetlen irányítójának sem volt szerződése a következő évre. Sem Breeze-nek, sem Bridgewater-nek, sem a svájci bicskának. Akkor nem váltottátok meg a világot, úgy érzed? Hát kurvára nem, úgyhogy ez megint kitett magáért. De örülök, hogy nem, bár ugye a... Kembe majd eldolj, ki fog irányítani, de az lenne az óriás pofó, hogyha Foles csak a második számú irányító lenne, és akkor a padon kicsicsülni 21 millióval.
óriási Értem. húzás. Óriási. Sanyikám, nagyon szépen köszönöm, hogy Jó, hát oltottad csókolom. a nézőknek az igényét. Beszélünk, imádlak. Jó van, Ciao, csókolom. ciao. Tü-tü-tü-tü. Hello. Hello. Na, hát Ez akkor volt, ez is mi hölgyeim és volt? uraim, a speciális vendégszereplő, Kovács Sanyi. Milyen Sanyi? A kollega? A Sanyi? Melyik? Milyen egy Sanyit ismered? A Sanyi az a Sankó. Nem Sanyi. Tudsz olyan játékos mondani, aki első drap volt? És óriási csalódás lett? Persze. Hát az Anthony Bennett, meg a Michael Olowokandi, meg a Kwame Brown. Azért ott volt egy nagy sorozat ott az ezredforduló környékén, akik... Meg aki a Shaq-nekból, Shaq-kel járt középsuliba, és ilyen... És aki a fehér srác. Még egyszer, milyen volt? Ki ez? Shaq-kel járt középiskolába, és fehér volt. És egy per egyes lett. Nem hiszem. Vagy nagyon elsőként volt. Markel Fultzra azért várjunk, ő most már kezd ki vergődni a bust kategóriából. Figyelj, aki egyébként itt vágja, hogy mi történik a Twitch-en, mert én nem tartozom közéjük. Az milyen szép blokk volt. A segítsen már benne, hogy hogyan készülnek ezek a klipek. Mert hogy látom, hogy időnként készülnek ilyen klipek, ezeket nektek kell megnyomni valamit, és akkor lesz valamiből klip, vagy ezt a Twitch választja ki, vagy milyen mögött a mondás? És akkor valaki, amikor valamiből klip lesz, azt azért, mert hogy nektek tetszett, azért lesz belőle klip. Na, ez tök jó. Sharifoni lett első pick. Szerintem igen, ha nagyon ügyes. Amire minden esélye megvan, ha igaz, hogy akkora már, mint az NBA irányítók átlaga. Az is kimarad. Na. Megpróbáljuk egy Ben Simmons triplát? Nem megy be. Még megpróbálom. Elképesztő, hogy nem tudok odaérni a gyűrűhöz kontakt nélkül. Elképesztő. Bezzeg te? Az szép volt. Az egy szoros. Wiggins Bustnak számít, tehát figyelj, azért csak 20 pontot dobálgat, tehát egy 20 pontos játékos Bustnak nevezni szerintem nehéz. Az, amikor 3 év múlva nem vagy a ligában, az Bust. Az Bust. Az a baj, hogy már az önbizalmam is elvesztettem, és mindent elpasszolok, azt is, amit nem kéne. Ó, Barnabás, te egy igazi crowd pleaser vagy. Nyerünk a pad. Próbálod ezt a triplát összehozni Simmonszal. A játék is azt modellezi, hogy Simmons nem akar. Ez nálunk marad. Nekem lélektalinnak már tudod, honnan kéne visszajönnöm? Mert egy ilyen 30 méteres bánya mélyén fekszem, szűkölve, zokogok, onnan kéne visszajönnöm, onnan egy időkérés nem segít. Nézd meg, nézd meg, nézd meg! Mit csinálnak ezek? Jézusom! Úristen, inkább kérdezzetek valamit, ez a játék, ez nem. Szerintem majd akkor föltöltöm YouTube-ra, ide be fogok vágni valami képet, nem tudom. Valami nőről. Barnabás nagy Margot Robbie rajongó szerintem róla. Margot Robbie-ról mehet? Ja. Nem tudom, hol van Lowry. Ez a vicces, hol van Lowry. De nem csak Lowry, hol van Ibaka? Én értem, hogy keveset játszott idén, de miért nem játszik most? Na, szép volt Pascal. Nézd meg a cserét a legközelebbi időkérésnél. De ezt biztos beállították volna, szerintem valami olyan rossz terünk van, hogy sérül, de hát miért,
Lenne, vagy lehet, hogy feloldották a bant a PlayStation Network-be, és frissített, és utoljára sérült volt, vagy nem, nem tudom. Nem tudom. Igen, 4-4 is Bill lehet. Kinek van a legjobb szerződése jelenleg a ligában? Ez jó kérdés. Magyar válogatott kosarat nézzük-e? Na, ugyanannyi a százalék. Aha, én nézem, hogyha tudom, akkor nézem, igen. Pascal szerintem nem overrated, még mindig fejlődik, úgyhogy ő szerintem rendben van. Ezen a szerződés dolgon gondolkozom, hogy kinek a legjobb. Azért látni kéne egyszerre a játékosokat, meg a Várjál, számokat. substitutions, nézd meg! Mit nézzek rajtuk? Hát, hogy be, ott van esetleg Lauri. Nincs. Nem, sérült. Kedvenc pornó színésznők. Hát én öreg vagyok, nekem még a régi iskola jelentett sok mindent. Nagy Michelle Wilde rajongó voltam. Fanflip, micsoda, milyen alacsony Simon. De hát tán igaz se volt. Szép volt, Mark, hogy kihagyod ezt is, meg azt is. Áh! Powell teljesítménye milyen szempontból lep meg? Basszus. Tiszta triplára menjél, bro. Nem is látsz, csak hallasz. De hello, örülök, hogy erre jártál. És a Twitchnek működik az algoritmusa, és ott egy falt, bakker. Az NBA-ben igen, saját választása messzám, az a lényeg, hogy ne legyen olyan, aki a csapatban jelenleg is hordja, meg ne legyen visszavonultatva, de hogyha nagy király vagy, akkor meg lehet venni. Mit tudom, hogyha odaigazol valami sztár, és ott már valami újonc hordta az ő általa kívánt számot, akkor kiszokták vásárolni. Courtney Cox-ról pucérkép neked címezve, vagy Pennyvel interjú? Ja, Pennyvel interjú, Courtney Cox. Annyira nem. Sőt, nincs olyan nő, akinek nekem címezve egy pucérkép az többet érne, mint egy interjú Penny Hardaway-jel. Hát nem ilyen játékpénz, ilyen 10 000 dollár, tehát hogy ahhoz képest, hogy mennyiket keresnek ezek a játékosok, ahhoz képest nem annyira sok. Szép volt, Mark! A meszt az kötelező betűrni Európában és Amerikában is. Na, azért jó van, látom, te is ki tudsz hagyni ilyen szutykokat. Szép volt, Freddy! De úgy volt, hogy LeBron odaadja a 23-as, csak oda telefonált rá a Nike, hogy hello LeBron, az van, hogy legyártottunk 46 csillió, szép volt a tripla, 23-as James feliratú pólót, úgyhogy leszel szíves a seggeden maradni, és még idén 23-asba játszani, mert nem fogjuk tudni eladni, és hát mivel egy pólónak a beker költség az nagyjából 3 dollár, az ára meg 40, szép volt Pascal, úgy nem tudtak volna gusztustalanul nagy profitot alakítani rajta, csak nagy profitot alapítani rajta, ezért inkább egy évig még Anthony Davis lesz a 20, bocsánat, a sima 3-as, James meg a 23-as, aztán hogy jövőre mi lesz, hát azt gondolom, hogy az NBA-nek üzleti szempontból is jó, hogyha minden James rajongónak kell vennie egy új mezt. Ne! Szép volt, Mark! Milyen sajtóhírekben olvastad, hogy Ádám megy a Spurs-be? A Ved meg szarban, bár bocsánat, de ezt a vicc... Jó, oké, ez az ízlés csinálom viccot. Nem, hát én mostanában nem hallottam arról, hogy itt lenne erről lépés, meg ugye szerződést is hosszabbított vele a Barcelona. Viszont ha valóban a Spurs-be megy, akkor gratula, de...
tudom. Ezt annyira éreztem, hogy rossz lesz. Ez Basszus, mi? Azt hitted, hogy már zsákolni fog? Milyen volt Török Péterrel anno dolgozni? Igazából azt gondolom, hogy el voltunk. Elég kevés dolgot láttunk hasonlóan a kosárlabdáról, de jókat elmosolyogtunk szerintem mind a ketten a másiknak a véleménye, hogyha így volt. Anga azt mondta, hogy Barcelonába akar visszajönni. Hát ezért mondom, hogy valami nagyon erős bizonyítékkel, mert mindenféle hírek terjengenek, főleg mai világban. Blik írta tegnap. Ja, hát akkor az úgy lesz. Akkor az a Blik írta, akkor tuti úgy lesz. Az. A Blik írta azt is, hogy E betűvel, hogy a Petsből elment a Brady, vagy az egy másik újság volt. Nem vagyok napra kész. Hanga ügyben. Hanga Dzsudzsák csapattársa? Hát... Nem, mert Dzsudzsák az focizik az araboknál, a Hanga meg kosarazik a Barcelonában. Meg elvileg most megy az NBA-be a... Nem megy az NBA-be. Azt a Bors írta meg, hát az... Az a másik megbízható. Azt a Nemzeti Sport írta, oké, akkor 60 féle dolgot írt a 60 ezer ember. Ó, az szép blokk volt. Simons! Szép! Ádi a Falkóba jön, mindenki tudja. Vicceltek, hogy a Nemzeti Sport a Petsz. Vicceltek velem. De a Falkó az... Ez ott mit értünk? A Falkó az egy magyar kosárlabda csapat. Szombathelyi. Gyerünk, apa! Megint esek szét. Fú, bakker. Ah. Ah. Hát azért az szép. Hogyha tényleg a sportban volt. Nagyon csúnya falt plusz egy. Falkó vagy Körmend vagy ZTL, nincsen ilyen szintű elköteleződésem. Amikor még Pesten laktam és ifjú titán voltam, akkor viszont tök sokat jártam budapesti sólymok meccsre a Honvéd pályára, Dózsa György úton. De nem tetszett a Honvédnak a játéka, vagy valamilyen nem szerettem őket, és mindig a vendég szektorban mentem szurkolni, úgyhogy A napon a Körmendnek, B napon a Falkónak, C napon a ZT-nek, úgyhogy már akkor is igazi ilyen bandwagoner voltam. Mindig a sólymok ellenfelének szurkoltam. Na itt tényleg lehet, hogy egyenlítődni fog a győzelem vereségás, és akkor jöhetnek az igazi izgalmak. Én mindenki mellé jó fit lennék. Szép. Tizenhárom pont. Hát azt bármikor ledolgozom. Öreg fiú, kikérem magamnak, Szabikám. Rendes felnőtt bajnokság. Öreg fiúk. Egyébként játszhatnánk már öreg fiúkban, mert a csapatnak a nem tudom hány százaléka már 35 fölött van. De még a rendes bajnokságban játszunk. Friss vosbomber. Voskene. Ja. Thaibull. De... Há...
Nem szeretem én ezt, amikor nem vezetek, úgyhogy én ma semmit nem nagyon szeretek. Hogy égett egy percre. Szép volt. Evéssé eszem árvány baska. Hát... Ja, lehet hallani? Jó a mikrofonom. Igen, almát eszem, recseg a fogam alatt. Ropog. Simons! És nem megy neki a tripla. Oké, kész. Simons az univerzum törvényei miatt nem tud trippelni. Szép volt. Jézusom, micsoda őrjítő comeback! Ugye érzi mindenki? Ugye érzi mindenki? Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? Na. Csorog a hideg veríték barnus homlokán, ezt nem látjátok, hogy közvetitek. NBA League Pass mennyire éri meg? Hát attól függ, hogy mennyit van időd nézni. Hogyha nem akarsz vadászni, szereted a jó minőségben figyelni a meccseket, akkor szerintem jó pénz. Anyukám mondta mindig régen, hogy inkább táncolj, fiam, a port jobban bírom. Ez... Nyomod ilyenkor a stílt, vagy csak így elakad nálad a labda? Futi futi paszkám. Szép volt paszká. Szép volt. Milyen jövőt szántuk a Minnesotának? Hát hogyha ez a duó megtanulna együtt játszani, meg számon kérhető lenne, itt Russellre meg Katra gondolok, akkor szerintem... Akkor szerintem van esélyük. Igen, ez már a második. Az szép. És kaptál valami visszafizetést, Ragnar, hogy lefújták a bajnokságot? És ott a plusz egy! Ez már a második meccs. Igen, 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 igen. Ez már a második meccs. Az első meccsen egy borzalmas shitfesten Barnabás nyert a 89-es pisztonnal. A 89-es Bulls ellen. Nagyon finom. Nagyon finom. De jó volt ez a védekezés. Hát van esélyük arra, hogy mondjuk valaki oda akar igazolni magától, vagy van esélyük arra, hogy mit tudom én, van még miért játszaniuk április környékén. Ez sokféleképpen lehet értelmezni. Az ott zöld. Never don't give up. Oh. Azt, ezeket a dobásokat szeretem, Barnabás, ezeket nyomasd. Simonszal a középtávolét. Úgy, az is jó. Nem falt, nem falt, nem falt. A szabályos, agresszív, férfias védekezés. Így csináljuk Torontóban. Hogy már korkmáznak, Mr. Bíró. Na, megjött a török fene gyerek. Jaj, de szép passz volt, Barnuskám. Az nagyon-nagyon szép volt. Mit tegyél vacsorá? Virslit. Egyél virslit, és adjál nekem is virslit. Van itthon virsli? Én virslit fogok tenni, hogyha vége lesz ennek a meccsnek. Ja nem, azt hittem, hogy virslit eszek, de az ebéd maradékot fogom megenni. Azért, mert én így akarom, nem azért, mert a feleségem mondja. Nem, 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 azt teszem, amit mondasz, drágám. Na, talán most Benz... Kész. Kész? Ennyi? Benz Simons egy lehetetlen. Szedd ki, bohóc! 58-55!
Hogy sikerült ezt a borzalmasan ronda ezt kiválasztanod, Barnuskám? Nekem tetszik. Ú, ez a kedvenc részem, amikor a kisgyerekek táncolnak. Ja, azt nem szabad mondani streamen. Hely tudna állni európai csapat az NBA-ben? Igen. Az Eliup második része erről szólt. Hát az egy top európai csapat, egy átlag európai csapat az abszolút utolsó sereghajtó lenne. Egy európai válogatott az valamit tudna, de egyébként nem. Szép. Panuskám, megtanultad használni a pick and roll-t. Nincs bajom. Az a régi helyzet. Régi Partizán Belgrád. Na például egy régi jugoszláv kosárcsapat vagy. Vagy. Nézd csak! Ott a zöld! Jó ötlet volt, hogy visszaállítottuk ilyen obodás jó, ez szintre. A jó szint. Ez nekünk való. Nézd meg, nézd, eladod az anyádat is egy poénért, meg azért dobjál egy triplát Ben Simmons-szal. Ez most nem az volt. Persze. Orford, te... Egalité! Izzik a csarnok, itt a magyar bajnok. Azt hallottátok az Eliubban? Hú, az nagyon jó, ezt elmesélem. Hogy mi volt? Igen, amikor a Toronto Maple Leafs 1910 vagy 11-ben bajnokságot nyert a hokiban, a következő szezon elmaradt, mert kitölt a spanyol nátha. Amikor a Toronto Blue Jays bajnokságot nyert baseballban, a következő évben elmaradt, vagy félbeszakadt a baseball szezon, mert valami olyan pénzügyi vita lett. Aztán tavaly bajnok lett a Raptors, és most jött a koronavírus. Ha bajnok lesz valahol a Toronto, akkor el kell adni annak a bajnokságnak a részvényeit. Na nézzük! Mi jöhet még? Most fogok valami orbitális fasságot csinálni. Ez szinte biztos. Például dobok egy zicsert. Lehet, hogy 18-ban volt. Ne zavarjanak meg a tények. Engem se zavarnak meg. Csak számokat mondok egymás után. Találkoztál már NBA játékossal élőben? Igen, találkoztam NBA játékossal élőben. Nagyon örült a megtiszteltetésnek. Ott Oh, szerezd meg! Ne dobd be! Bedobja! Nem oda akartam passzolni, ezt majdnem. Na, ilyen orbitális hülyeségekre gondoltam. Anunobi! Szép volt, Pascal! Nagyon sok NBA játékossal találkoztam élőben. És nem a Cornéllal. Jajaj! Ó, de szép tripla! Bassza fasz! Ne, nem lehet, hogy lenyomja, baszki! Hát nem lehet, hogy lenyomja! Ezt a blokkot nem vagyok hajlandó elfogadni. Al Horford akkorát ugrik, hogy a E betű spec feliratos nemzeti sportot nem lehetne becsúsztatni a sarka alá, erre lenyomja Pascal Siakamot. Hogyne. Háttérhatalmak. Na. Ott a tripla! Tű! Micsoda izgalmak! 4-3-ról, 4-4 lesz, vagy 5-3-mal zárom a napot. Nincs Ben David Cornell, azt hiszem. De majd lehet, hogy megnézzük egy másiknál. Na, Barnuskám! Ó, nagyon jó vagy, Patrik! Ne! Van még, tudok faltolni. Jó, második csapatfal, semmi baj. Nehogy Simons triplát dobjál, Barnus. Ah!
Szép! Igen, jót tett a meccs minőségének, hogy áttettük nagy csoportos szintre. Nagyon szép tripla, Varnuskám. Na jó, legyél te az edző. Die Lösung ist ein Dreierbus hier. Barnus csal, így van. Na, jön! Köszönöm, hogy átlátod ezt, encicus fanboyzi Mark. Nyomd! És itt jön a nagy lezárás! Vajon vesz... Vajon... Júj! Nagyon jó meccs volt. Négy! Szép. Megjelenítettem végre, és holnap most már ilyen nagy izgalmak lesznek. Milyen nagy izgalmak lesznek? Hát, hogy triplák végre lesznek. Ja, igen. Nem, Barnus kap vacsorát. Mindig van neki félretéve egy ilyen kisebb kontingens száraz kenyér. Annyi, hogy ma... Kutyakaja inkább. Hát a kutyakaja, igen, a Dinky D, mint amit a Mad Max kajál. Igen. Hű, ez jó meccs volt. Hát, ezen vége a Barus, negyedik. Megetted a virslimet, hogyha érted, hogy értem. Na nézzük, ki hogy testet. Joel Embiid, az a blokk a végén, amit Horford nyomott, az fizikailyen, az konkrétan nekem így fájt a testemnek. Két blokk. Szép. Milyen volt így a dobó százalékunk, hogy így játszottunk ilyen gyógyi szinten? Hát figyelj, volt 8 tripla, az előző 7 meccsünkön volt szerintem 3. Szép volt. Várj, hogy tudjuk visszanézni, ha rámegyünk a boxkorba Horfordra, és akkor megnyomom a highlightot, akkor lehet mondani. És pont itt! Falt! Az egy falt, bíró úr! Falt! Talán a másik blokkját is látjuk. Na jó, urak! És hölgyek, bár még egy lány Bece nevű embert sem láttam. Köszönjük szépen a figyelmet, ne felejtsétek el, kérlek, hogy új csatornára mennek föl a vodok, úgyhogy lesztek szívesek bekövetni, hogy minél gyorsabban meglegyen rajta a minimál követőszám. Tá, hát teli, ott mindent ütött. Hát mindent ütött, bíró úr. Mindent ütött. Közben Siakam 14.7 lepattanó. Na, ez a 6 per 13, igen. Szóval 12, Fenfit 6, Davis 6, Horford a kegyetlen. A Horford a kegyetlen, az jó cím. Mit írjunk a képre? Oda nem fér olyan sok. Még címjavaslatok jöhetnek mi, amíg kiloggolunk. Nekem eddig a Barnus csal tetszett a legjobban. Ha a Barnus csalnál nem lesz jobb, akkor az lesz szerintem. Jó. Jó? Legyen az. Na, köszi szépen még egyszer. Köszönjük. Holnap a dolgok jelenlegi állása szerint jövünk. Barnus csalik. Elvileg lesz most már holnap neki is fejhallgatója. És... Jövünk a Bucks Lakers 70-es évekre. Szavazzuk meg. Lehet, hogy az embereknek nem áll föl a 70-es évekre. Nem? Áll nektek a 70-es évekre? Nem tudom. Figyelj, szerintem tegyünk ki egy szavazást Instagramra. Ne legyen az. Az, meg egy All-Star, meg egy harmadik meccs. Egy harmadik, jó valami. Jó, Instagramon, Baska Handle, oda gyertek, és akkor ott majd megnézzük, hogy mi lesz. Hát nem lottózok, de családunk lottózik. Igen, nagyon sikeresek is vagyunk. Na. Folyton ketteseket nyerünk. Szevasztok, 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 köszi mindent, puszi csumi. Viszontlátásra, jó estét.